Az elmúlt hetek nagy esőzései nem csak a növényvilág fejlődésére voltak jó hatással, a gombák is elkezdtek szaporodni az erdős területeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezekben a hetekben jellemzően a csiperke, a rókagomba, a szegfűgomba és a vargánya jellemző. Utóbbiakkal a nyíregyházi búzatéri piac csarnok pultjain is találkozhattunk. Érdemes tudni, hogy ugyanitt a szabadban összegyűjtött gombák bevizsgálására is lehetőség van. Az országban manapság is több százezren szednek gombát tematikusan vagy csupán hobbiból, azonban sokan még mindig nincsenek tisztában ennek veszélyével. Mérgezéssel vagy annak gyanújával évente jellemzően 2-3 ezren kerülnek kórházba az országban. Nyíregyháza környékén igazából sok erdőnk nincsen. Nyilván a sóstói erdő vagy kisebb erdőrészek vannak, de általában parkokban, kertekben, legelőkön nőnek most a gombák elsősorban. Behozzák ide a gombát, hoznak, nyilván ingyenes a gombavizsgálat. Ez reggel 7 órától délután 1 óráig tart, minden nap folyamatosan nyitva vagyunk. Behozzák és kiszedjük a kosárba, és folyamatosan átnézzük minden egyes gombát. A gombát ne nylon zacskóba hozzák be hozzánk, hanem általában kosárba vagy jó szellőztető ládába érdemes elhozni. Hazánkban becslések szerint több mint 3000 gombafaj található, ebből legalább 100 mérgező. Ami pedig az árakat illeti, az elmúlt évekhez képest minimálisnak mondható a leggyakoribb gombafajok drágulása. A szegfűgomba kilójáért jelenleg jellemzően 3500, a vargányáért 4000, a nagyőzlábgombáért pedig 4500 forintot kérnek az árusok.